Bonyhádon sok segítsége akadt a Mikulásnak. Éppen a Vernau-ból érkezett ajándékcsomagokat pakolják ki a német önkormányzat és a Petőfi Sándor általános iskola dolgozói. Nagy meglepetés vár a gyerekekre. Németül hogy megy ez? Hát megy ez, kérem, de a Mikulás nem is a nyelvtudásra osztogatja az ajándékokat. Bonyhádra egészen Vernau testvér településről érkezett delegáció az iskolásokhoz. Persze nem jöttek üres kézzel. Ő a polgármester, Annelbő, és a hölgyek, ott is egy általános iskolai igazgató néni van, meg van egy néni, aki úgy gondolta, hogy szeretne ajándékokat gyűjteni nekünk itt bonyhádiaknak, és rátok gondoltak, hogy nektek hoznak karácsonyra pár ajándékot. Nyáron keresett meg egy helyi vállalkozó, Birgit Meyer, aki szokott akciókat, jótékonysági gyűjtéseket szervezni. Szeretném most Bonyháddal szervezni az akcióit, mert előtte semmilyen kapcsolata nem volt a testvérárossal, ezen szeretett volna változtatni. Én megkerestem a bonyhádi önkormányzatnál Kulárnikok Ilonát, aki a Petőfi általános iskolát javasolta a támogatásra. Vállalkozóként a vállalkozásunk minden évben kétszer is gyűjtést rendez. Idén már Vernau Szaba strandjának szerveztünk egy ilyen akciót, azután gondolkodtam, hogy igazából nem is ismerem Vernau testvérvárosát, és szeretném megismerni, mert fontosnak tartom ezt a fajta kapcsolatot a két város között. Így esett, hogy idén Bonyhádra jöttünk az ajándékokkal. Sokat gondolunk az itt élőkre, hogy Bonyhádon és az országban is hasonló problémákkal kell megküzdeni, mint amivel mi Németországban. Nyilván egy kicsit másképp, más dolgokban. És ilyenkor örülünk nagyon, hogy ilyen alkalmakkal részt vehetünk a testvértelepülésünk Bonyhád életében. A különleges nevelési igényű gyerekek tanterme után most érkeznek az ajándékok a kicsikhez. Nagyon-nagyon örültünk a hírnek, körülbelül egy hónapja kaptam egy e-mailt, és Kulárnikok Ilonka fölhívott a német önkormányzattól, hogy a mi iskolánknak szeretnének a Vernau-i testvértelepülés vállalkozói ajándékokat gyűjteni. Egyből felmérést csináltunk, hogy gondolkodtunk azon, hogy kiknek adományozhatnánk ezeket a kisebb ajándékokat. Végül is a speciális tagozatra esett a választás, ahol nagy igény van ilyenekre, illetve a szociálisan nehéz helyzetben lévő diákok számára kigyűjtöttük, hogy kik azok, akiknek adnánk, és nekik fogjuk adni ezeket az ajándékokat. Volt-e már hasonló adományozás az iskola részére a testvérvárosból? Vernau testvérvárosában még nem érkezett ilyen az iskola számára, de nagyon örülünk ennek, reméljük többször is lesz. Mindegyik csomag egy kicsit más és más volt, a meglepetés és az öröm, amit a gyerekeknek okozott, azonban mindenki megoldalmaz. Lelkileg nagyon megérint, és igazán jól esik, hogy a gyerekek így örülnek ezeknek az apró ajándékoknak. Otthon a német gyerekeknél ezt már nem igen tapasztalom. A gyerekek német nyelvtudásuk megcsillogtatásával köszönték meg a szép ajándékokat.